A vidéken dolgozó köztisztviselők Budapestre irányításával oldanák meg a kormányablakokban kialakult tumultust, erről Gulyás Gergely beszélt a mai kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter a babaváró támogatással kapcsolatban azt mondta, azok is igényelhetik, akiknek július 1-e után születik meg a gyermekük, és legkésőbb július 31-ig benyújtják a kölcsönkérelmet. A munkaerőhiány miatt hosszú sorok és tumultus alakult ki az elmúlt időszakban a kormányablakokban. Semmi válságtanácskozás nem volt. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint csak Budapesten és Pest megyében kell számítani elhúzódó ügyintézésre. Úgy tudjuk megoldani, mint a vidéken ilyen nehézségek nincsenek, hogy vidékről például, aki készen áll erre, azt megkérjük, hogy legyen kedves Budapesten hasonló feladat ellátni. Gulyás Gergely hangsúlyozta, igyekeznek a problémát néhány napon belül orvosolni, mert a július 1-ével életbe lépő babaváró támogatással kapcsolatos zavartalan ügyintézést is biztosítania kell a kormányhivataloknak. A miniszter a 10 millió forintos szabad felhasználású kölcsönnel kapcsolatban is újabb részleteket árult el. A július 1-e és augusztus 1-e között születendő gyermekek esetén utólagosan is lehet kérelmezni. Tehát világossá tettük azt a vitát, ami a sajtóban is felütötte a fejét. Az átmeneti időszakot úgy tudjuk megoldani, és az elkapcsolós kormányrendelet emlékezetem szerint tegnap magyar közönyben meg is jelent, hogy ebben az esetben utólagos kérelmezésre van mód. A csecsemők számára létfontosságú K-vitamin hiánycikké válása miatt kialakult áremelkedéssel van teendője az államnak, mondta Gulyás Gergely, azonban részleteket nem árult el. Az olcsó jegyárakkal a színvonalatlan szolgáltatás az nem magyarázható. A Wizzair botrányaival kapcsolatban kifejtette, több 10 millió forintnyi bírságot szabtak ki a cégre, de a legutóbb Londonban hagyott utasok ügyében is eljárás indult. Nyugat-európai, sőt az európai légitársaságok általános gyakorlata, hogy ilyenkor azokkal az utasokkal, akik valamiért mondjuk nem férnek már fel a repülőgépre, nagyon hamar megegyeznek, és vagy szállást és repülőjegyet fizetnek nekik, vagy fizetnek nekik ott helyben készpénzt, és azt mondják, hogy átszállással tudnak eljutni. Magyarország nem adja ki Nikola Gruevskit Észak-Macedóniának, a fővárosi törvényszék ugyanis elutasította a kiadatási kérelmet. Az ATV.hu kérdésére válaszolva a miniszter azt mondta, egyetért Trócsányi László igazságügyi miniszterrel, aki korábban azt mondta, nem lehet oda kiadni az egykori miniszterelnököt, ahol üldözik.